Hello, szia, szevasz! Üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon itt a Lucas is. Nem tartod még a kamerát, a Davis akarja tartani a kamerát, de a Davis az nem tud rendesen filmezni. És a mai videót nem mások fogjuk kezdeni, mint játékokkal, a kedvenc videójátékunkkal, vagy a Davis-szel is. A múltkor ugye ígértem nektek, hogy a legközelebbi videóban, vagy valamelyikben, megmutatjuk, hogy a Davis-nek melyik a kedvenc PlayStation vagy Xbox játéka, és a gyűjteményét. Mit akarsz? Most nézzük az ágyra rá, és nyúl a kameráért. Nem tudsz kamerázni. Mi van nálad? Nézd, egy ilyen piros hátú pók mászik a hátamon. Látod? Gyere, megmutatjuk a játékokat. Melyik a kedvenc játékod? What's your favorite game, Davis? Grand Theft Auto, persze. Nem a Grand Theft Auto a kedvenc játéka. Az a zombis, melyik az a kedvenc játékod? Jó, kifordítjuk. Nem ilyen rendes zombis, mutatom. Várjál, nyuszi, várjál! Te azt mondja, hogy kell egy pár kamerát a családba, mert mindenkinek kell egy kamera. Lucasnek, a Davisnek, a Debbie-nek. Ez a kedvenc játéka, ez a zombis. Ugye? Milyenek a neve? Mit csinálsz? Mesztelenkedsz? Félmesztelen, Lucas. Ja, takard a melleidet. Így. Minden most nem látja senki. Ez melyik ez a játék? Melyik ez a játék? What game is this? Virágok, meg a zombik így harcolnak egymással. És a Davis rettentően szereti, ami ez ilyen gyerekjáték. És hogy van Magyarország is ez a játék. Aztán ezen kívül, várják, mutatjuk. A Minecraft, a Grand Theft Autóval ugye szokott játszani, mondtam. Most is az jött a tévébe. Ja, ez a Minecraft. És itt bent, itt van az összes játéka a Davis-nek, meg a Lucas-i. A Lucas-nek a régi játéka, Davis-i egy pár új. Van PlayStation 3-as, van PlayStation 4-es. Ugye az Xbox-on nincs, az nem működik. A legrosszabb játék. Ja, Sonic. Nem vesszük ki, csak megnézzük. Miért? A Fantastic Daddy. Vagy? Na mindegy. Something fell, daddy. Az új játék, hol az új játék? Hol az új játék? Melyik az új játék? Nem tudjuk bezárni azt. Na mindjárt kihúzzuk. Ez volt az a Lego City is. Látod, ezt is nagyon szereti. Meg a... az Incredibles. Melyik az? Az Incredibles, ugye? Az a Legos játék, az az új. Anya, beszorult valami játék ide hátul. Szóval, ezek a... A Davis is akar magyarul beszélni. Mondd azt, hogy azt már tudja mondani, hogy hello, szia, szevasz, ugye? Hello, szia, szevasz! Üdvözlünk! Hello, szia, szevasz! Ja, de üdvözlünk! Hello, szia, szevasz! Hello, szia, szevasz! Nem áll meg ott a hello, szia, szevasz, látne! Ja, üdvözlünk mindenkit. Na, ugye, ezek a játékai a Davisnek, ugye a PlayStation-re. És ahogy mondtam, a kedvence... Legalábbis most a kedvence, mert mindig más a kedvence. Mikor megkapta az Incredibles-t, akkor ugye az volt a kedvence. Meg ezek a Lego játékok, de most ezekkel a Legókkal nem annyira játszik, mint régebben. Inkább azzal a zombis online játékkal. Ami ezért, ahogy mondtam, nem olyan zombis, hogy ilyen megesznek, meg megijednek. Tehát aki nem ismeri a játékot, az ilyen gyerekeknek való. Na mindegy, ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc videójátékotok, lehet az PlayStation-re, PC-re, akármire, ide a videó alá. Az én kedvenc játékom nem más, még mindig, mint ez, a Grand Theft Auto 5. része, amit én rettentően szeretek, bár most már nagyon régen nem játszottam, kivéve egy 5 perccel ezelőtt egy ilyen 20 másodpercet. Ugyanis a Davis itt valamit akart, helikoptert, és kellett neki csinálni egy helikoptert, úgyhogy a ilyen csittel ugye be lehet hozni a helikoptert meg hasonló dolgokat, ugye akkor játszottam, amit nem nagyon játszok mostanában, nem sok időm van rá, de amikor van ugye átlávó, azzal játszok. Mit csinálsz? Iszol. Ja, hello. Oké. Most még nem máson megyünk, mint elmegyünk a szüleimhez, felveszem a apukámat, vagy apukám vesz fel engem onnét, elmegyünk, lemérjük az ajtót, a hajónak az ajtaját, körbe rajzoljuk, hazahozzuk, és itthon kiváljuk ilyen, nem láncfűrésszel, de ilyen motoros fűrésszel, nem olyan motoros fűrésszel, olyan elektromos fűrésszel, ami így vág, na mire? Nem ilyen kézivel, tudod. Mondjuk kézivel kell tartani, de be kell dugni az áram, és akkor így vág, tudod, miről beszélek. És ma már nem megyünk vissza a hajóra, de levágjuk valószínűleg az asztalt is, amit tudunk, és holnap vagy valamelyik nap visszamegyünk és berakunk mindent. És ott van áram a hajónál, de nagyon nem lehet ott vagdosni, ugye jár a hajó mindenfelé.
meg szerintem jobb, hogyha itthon vágjuk le. Mi van? Most nem milyen üvegből is szól? Jó, hát te! Na mire, eljünk? Jössz vagy maradsz? Most megyünk! Ja, most megyünk. Oké. Okay. Na, menjünk. Mi van? Na, sikerült elindulni, közben itt van a Davis is. Úgy döntött, hogy ő is eljön velünk, bár ő nem jön a hajóhoz, meg a Lukasz se, nem a szüleimhez, úgyhogy apukámat felveszem, vagy a munkásautóval megyünk tovább. A Davis meg a Lukasz addig ott marad, aztán valamit játszanak valószínű. Úgy leült a levegő, képzeld el, 30 hány fok volt múltkor pár napban? 35, ugye? 37, rettentő meleg volt, és így hirtelen megjött, nem a hideg, mert végülis nincs ilyen hideg, de a 35 után hideg van, 22 fok volt van napközben, képzeld el. Jelenleg van 24 itt az autóba, de holnaptól meg ilyen a melegedés, csak egy ilyen gyors lehűlés volt, egy kis eső. Ahogy nem is rossz, hogy elment ez a nagyon-nagyon-nagyon izzadós idő. Általában januárban, meg februárban szokott ilyen nagyon izzadós idő lenni, nem így novemberben. Nem tudom, mi történt az idővel, kicsit megbolondult. Na, minek közben ide érkeztünk, úgyhogy valahol itt meg is parkolunk. Valószínűleg vissza kell fordulni ide a túloldalra, mert nem fog tudni megállni. Na, már négy befordulunk jobbra. Aztán meg is fordulunk itt. Kiraktam a Davis meg a Lucas-t itt a szüleimnél, nem lehet látni egyik a liftbe. Apukám meg közben lement a másik liftbe, úgyhogy elkerültük egymást. Én feljöttem a tizedikre, meg lement az elsőre, úgyhogy valahol kint vár, én meg itt vagyok fel. Úgyhogy nem minden, biztos megtaláljuk egymást. Nem hiszem, hogy itt vagyok, hogy elment nélkül. Na, itt a fadarab. Körberajzoltuk, hogy közben megérkeztünk a hajóra. Mutatom. Itt az ajtó, ugye onnét jött ki az ajtó, ami itt van apukám is, szervusz. Hello. És ez az ajtó, ugye kettő darabban van, ráraktuk erre, körbe rajzoltuk. A miénk egyelőre egy darabban lesz, aztán majd meglátjuk, hogy kettőbe legyen, vagy egybe legyen. Hogyha kettő van, ugye akkor az alját be tudod rakni, hogyha a víz ne menjen be, vagy még nem hiszem, hogy a víz bemegy, de na minden, vagy jobban elférjen a kabinba. Egyelőre egybe hagyjuk. Aztán majd kiderül. Amúgy eléggé jól lent van megint a víz, képzelni. Mutatom, már megfordulok. Oda néz. Ott van fent a deck, ahol fel kell lépni. Ugye naponta kétszer lemegy a víz, meg felmegy. És most elég jól lejött. Nézd, mennyi sok ilyen kajló van rajta. Na mindegy, ugye visszük magunkkal az asztalt is. És azt otthon fogjuk körbe rajzolni. Aztán kivágjuk. Amúgy minden rendben van. Motor megvan. Hajó nem süllyedt el. Így néz ki, minden jó. Végeztünk, hazérkezett mindenki. Közben lement a nap, itt vagy a garázs, mutatom, levágtunk mindent. Itt az ajtó, úgyhogy ezt most le kell kennem. Ugye nem festékkel, hanem ilyen, mutatom mivel. Ezzel a szikkenszel van, ilyen anyag Magyarországon is. Legalábbis én úgy tudom. Ezzel, látod? Vagy ezzel. Ma meglátjuk. Itt a deck, készen van, amik ez az alja, megfordítjuk. Ez megy bele a hajónak a hátuljába, ugye kívülre, és azért ilyen, hogy ne csúszkáljon. Én is ilyen lett. Majd holnap vagy holnap után megnézzük, hogy hogy néz ki, ugye belerakom a hajóba. Kész a belső asztal. Ilyen szép lett. Az a külső asztal, az még nincs kész, csak le van vágva a méretre, ugye a csavarok még mindig ott vannak, de majd a hajó holnap bele kell rakni, vagy holnap után bele kell fúrni, aztán meglátjuk, hogy hova megy pontosan a csavar. Ezt még rá kell rakni az asztalra, erre az asztalra, ezt látod? Úgyhogy hozom a festéket, hozom az ecsetemet, lefestem, és megnézzük, hogy hogy néz ki. Biztos jól fog kinézni, ugyanis szoktunk ilyet csinálni ugye a munkába. Ma nem fogok el fog végezni, egyetlen egyszer tudom ugye megcsinálni, holnap majd még egyszer, aztán meglátjuk, hogy kell erre majd még egy vagy nem, aztán egy ilyen tiszta, ez a clear valami, tudod, a nem minden, majd meglátjátok, hogy elkészül, biztos jól fog kinézni, legalább nagyon remélem, és közben keresem, látod itt az ecsetemet, van itt sok mindenféle fajta dolog, meg sok festék, azt mondja, ez az ecset jó lesz, kell egy csavarhúzó, hogy tudjam mondani a festékes konnát, ez jó lesz. Aztán kell velem valami dobozt, ugyanis sok szerszám össze-vissza van mindenhogy. Aztán menjünk és vacsorázunk, és a Davis az most vacsorázik. A Lucas az már vacsorázott.
Kösszem, hogy mutatom, milyen lett. Itt van a két asztal, az csak a felsőfele van, amúgy kész, az alsó nincs, ugyanis nem száradt még meg, nem akarom ugye megfordítani. Ilyen volt ugye, ez a fadarab, ugyanaz, csak az ugye nincs lekenve, az le van kedve, és ilyen lett. Tehát ez az első. Nem tudom, hogy leknem el még egyszer, legalábbis ezzel lehet, csak egy ilyen sima átlátszót rakok ugye rá, majd kiderül, ami mindig vizes, ahogy látjátok. Aztán ez az ajtó, ez is ilyen szép lett, az a lába, aztán ezt a dekket, aztán nem kentem le, ezt hagytam így, ahogy van, szerintem ez jó lesz. Nem pont ugyanolyan a színe, de nem tudom. Ma meglátjuk, lehet, hogy majd, ha berakom a jóba, és nem lesz túl szép, mert elüt a színe, vagy valami, lehet, hogy valamit rakok rá, bár ugye ez másfajta a féle fa, úgyhogy na minden, ma meglátjuk. Na, megyek befelé! Aztán megnézem, mit csinál a család, lekapcsoljuk a villanyt, hú, de sötét lettem. Ja, mit csinálsz? Játszol? Davis-ot játszik, megnézzük a Lukaszt is. Lukasz, hol vagy? Lezanyoztál? Ja. Ja, szép vizes hajad. Nem fésülted meg a hajadat? Mit csináltál vele? Oda néz, hogy jár. Mit nézel a naptárban? Countdown. Mit nézel? Mind a filmeknek. Mit? Amit meg fogunk nézni? Ja! Ja, Lukasz összeért egy ilyen listát, hogy jövőre mit fogunk megnézni. Meg fogunk nézni 11 darab filmet. Ugye? Egy, hol van? 2, 3, 4, 5, 6. 11, már megszámoltam az előbb. 11, nem? Jaj! Jaj! Na, megjött a Davis és mi a helyzet, Nyuszi? Mész aludni? Vagy még nem mész aludni? It's not night time. It is night time. I'm not sleepy. No, azt mondja, még nem álmos. Én nem kell menni aludni, még van egy kis idő. Aztán... Igen? Mi a helyzet? Mit mondasz? Oda nem megyünk, hát nem ott alszol Lukasznek az ágy. Nem a Lukasz ágyában alszol, Nyuszi. No, jön a szék. Nem vagy beteg. Aha, na, menjél. Addig oda fekszik. Olyan, mint fog aludni. Mi Lukasz? Együtt alszatok? Ja, gyönyörű. Davis az elment valahol, nincs is itt. Ott a Davis! Hogy a Davis-e még lehet, hogy ugye játsz, hogy elbújik a takaróra, és akkor nem találjuk meg, hogy hol van. Ja, meg vagy. Aha. Tudom. Na, minden? Látom, ott vagy. I see you. Aj, te. Na, úgyhogy most én meg fog vacsorázni. Mit mondasz? Na, visszamegyünk. Mit mondasz? Szervusz! Ja, nem kell a cipő. Miért van rajtad amúgy is itt most cipő? Télen nem volt rajtad a cipő, nyáron, mert amikor meleg van, akkor meg cipőben rohangálsz. Mhm, oké. Na minden? Úgyhogy... Oké. Majd. Gyere ide! Befejezzük ezt a mai videót, ez a mai videó... Várjál, ez a mai videó egy kicsit rövidebb volt, lehet, ha lehet, hogy nem volt olyan túl rövidebb, de nem volt, lehet, hogy olyan túl-túl érdekes, ugye? Why, Dali? Why? De, Nyuszi? I want a film. Okay, wait. I'm filming. Naha, okay. Úgyhogy... Befejezem, Davis most elment oda kifelé. Nagyon nem lehet mellette filmezni, mert mindig akar beszélni a kamerába, csak próbál magyarul beszélni, csak ugye nem a magyarul beszélem össze-vissza, mert hello, szia, szevasz már tudja mondani. Meg egy pár több magyar szót, olyan érdekesen, de legalább ugye tudja mondani. Na ugye, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézték, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Szia! Hol vagy? Szia! Szia, 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 szia! Sziasztok!